Mindenkit szeretettel üdvözlök, Demján Antal Judit vagyok, remélem akkor jól hallható. Egy nagyon rövid, de annál tömörebb is szerintem információkkal telített bemutatkozó előadást szeretnék itt a kedves résztvevőknek előadni. Nagyon-nagyon gyorsan felvázolva azt, hogy mivel foglalkozok, orosz információs orvoslás, gyógyítás, nem gyógyítás, események formálása, amelyek körülvesznek minket. Orosz tudósokkal, konkrétan kettővel dolgozok együtt. Annyit kell tudni erről az orosz tudati technológiákról. Ezt a nevet adtuk neki, mert tulajdonképpen két fő ágát képviseli ez az információs mezőben való munka. Arkadij Petrov, moszkvai írófilozófus, és Grigori Graboj Petrovics, aki Kazasztánban élő fizikus-matematikus. Biztos vagyok abban, hogy néhány év múlva nagyon-nagyon sok emberhez el fog jutni az ő hírük, mert fantasztikus, amit alkotnak. 18 éve ismert számukra az a tudás, és én így bukkantam rájuk, ez az, ami szerintem páratlan ebben a tudásrendszerben. Szervregeneráció, fognövesztés, mint mondtam, bármilyen eltávolított szervnek a testben való újra megjelenése, és egy olyan technikai leírása ennek az egész folyamatnak, amely nagyon komolyan, tudományosan bizonyítva van. 18 éve dolgoznak már ők, olyan fontos, fundamentális törvényeket írtak le Grigori Graboj kifejezetten, aki olyan újdonságokat, kvantumfizikai elméleteket rögzített 10 évvel ezelőtt, amelyeket most kezdenek felfedezni. Talán sokak számára ismert, hogy hogyan lehet számsorokkal gyógyítani, ez az ő egyik tudásrendszerének az alapja. Tulajdonképpen, amit szeretnénk mindenki felé közvetíteni, és amiért én felvállaltam ezt a tudásanyag terjesztést, mert hogy minden információ oroszul van, könyvek 22 plusz 32 könyv az, ami megjelent az ő tollukból, ők ezt a technikát alkalmazzák, gyakorolják. Ez nem egy olyan csoda technika, egy praktika, amit szeretnénk árulni, ez egy teljesen új világlátásmód. Ez annak a tudásnak a közvetítése, amely Petrov szavaival élve az emberiség új tudása. Mert hogy az emberiség egy olyan fejlődési szintre érkezett, és azt mindenkinek be kell látni és el kell fogadnia, hogy a szellemi fejlődés elkerülhetetlen. Az a világ, amelyben élünk, tulajdonképpen egy olyan örökkévaló fejlődésnek adatott meg, és ezt a tudást, ezt az örökkévaló fejlődési lehetőséget kell közvetíteni az emberek felé, és egy nagyon magas tudatossági szintre nevelni mindenkit. Én, hogy már ezt oktatom is, és dolgozunk, és rengeteg eredmény van, tudom azt mondani, hogy lehet dolgozni technikákkal, lehet jól dolgozni számsorokkal, lehet belepakolni az információt gömbökben, mert hogy az információs mezőben való munka, vagy akik itt ülnek számukra ismert a gondolom a morfogenetikus mező, az orosz tudósok nem éppen így nevezik, csak annyit mondanak, hogy az az optikai struktúra, ami előttünk van, ami körbevesz minket, abban lévő információkat átírhatjuk. Nem gyógyítunk, mert hogy a jövő útja nem a gyógyítás útja, hanem minden embernek egy nagyon komoly szellemiségi, egy személyiség fejlődésen kell átmennie, nincs kikerülhető olyan mellékösvény, amely ne azt mutatná, hogy mindenki ébredjen, a tudata táguljon, és ismerjük fel, hogy az a fizikai valóság, amely minket körülvesz, az nem más, mint a mostan, amit érezhetően érzékelünk, azaz a kollektív tudatnak a projekciója. Ezt nagyon szépen körbeírjuk és próbáljuk megtanítani, hogy a kollektív tudat, azaz a most élő emberek átlag tudatának, azaz átlagos tudás ismeretének az összességének tényleg egy átlaga, hiszen valaki elhisz ilyen picit is, valaki sokkal nagyobbat. Megpróbáljuk elfogadtatni és mindenki felé közvetíteni, hogyha csak egyetlen egy embernek sikerült szervet regenerálni. Ha csak egyetlen egy ember úgymond csodás gyógyulásokat hajtott végre, azzal nem csak az ő egyéni saját meggyőződését győzte le, hanem igenis a kollektív tudat áramlatával szemben haladt. Az alap kiindulása ennek a tudásrendszernek az, hogy Isten, azaz az a teremtői quintessencia, és mindenki felé közvetítjük, és szeretnénk
kicsit megszemélyesítve átadni ezt a tudásrendszert, ő örök. Örökkévaló testben nem létezik gyógyíthatatlan betegség. Olyan alapvető és nagyon magas etikai normákat tanítunk, amely az örökkévaló szeretetre irányul, de hogyan lehet a szeretettel, hogyan lehet a boldogsággal dolgozni, hogyan lehet információkkal átalakítani ezt a valóságot, ahogy Árkagyi Petrov mondja, minden egyes megnyilvánulásunkban Isten cselekedete, azaz a fény, azaz a szellemi fény ott van. Az ember, aki felismeri, hogy az örökkévaló fejlődés a sajátja, és felismeri azt, hogyha ő maga változik mikroszinten, akkor az őt körbevevő valóság, a makrokozmosz szintén hat rá, akkor a gyógyulás szinte melléktermék. Amiért azt mondtam, hogy igen, ez az új tudás teljesen új szintről közelíti meg a problémákat, az azért van, mert nem csak az egyénnel, önmagával foglalkozik. Mindenkinek be kell látnia, mert eljött egy olyan korszak az emberek életében, és azt most már tudom mondani, hogy rengetegen járnak és jönnek utánunk, és gyakorolják és használják. Nagyon nehéz a tudásnak a megértése, mert páratlan abból a szemszögből, hogy információ korábban volt, mint az anyag. A materializáció, tehát az, amikor egy betegség már megjelenik a fizikai testben, azt mindig megelőzte az információ. Megtanítjuk, hogy az ember, amely lélekből, tudatból és szellemből, plusz a fizikai testünkből áll, tulajdonképpen az anyagi testünkben a lélek munkáját a tudatunk irányítja. Ezért adtuk azt a nevet, hogy a tudat új technológiája, az emberiség új tudása, egyedüli, irányítói erővel a tudatunk bír. Önök most nem lennének itt, az önök fizikai teste nem ülne itt, ha egy héttel, egy nappal korábban nem kapják az információt erről az előadásról, és önök a tudat irányítása alatt el nem jönnek ide, mert maga a fizikai test az csak a lélek része, és szeretnénk azt is, bár szerintem akik itt ülnek, igenis a nyilvánvaló számukra, hogy a lélek tudása, amely az etalont, a normát minden egyes szervről, sejtről, az egész világot behálózó kapcsolatrendszert magában tárolja, tulajdonképpen bennünk van. Az a mennyország, az a hihetetlenül harmonikus állapot, amire mindannyian vágyunk, magunkban van. Árkagyi Petrov azt mondja, hogy amikor végre az egyik utazása során elérkezett a naphoz, és ott egy kövön ült egy idős ember, akinek csuklya volt a fején, végre fellélegzett. Igen, végre találkozok Istennel, akiről mindig annyit hallottam. Próbált szembe kerülni vele, hogy megnézze, ki az, ki lehet Isten. Próbálta megkerülni, de nem nézett rá, játékos kedvében volt. Tudomásul vette, hogy még mindig nincs itt az ideje, hogy megláthassa, és szembenézhessen vele. Ekkor az öreg felállt, letolta csukjáját, és szembenézett vele önmaga. Isten megszemélyesítése, a teremtő megszemélyesítése, amely nem más, mint az örökkévaló szeretet, és az a fény, amely belőlünk áll. Mert hogy, ahogy Árkagyi Petrov is mondja, mi nem vagyunk mások, mi emberek, mint a fénynek egy bizonyos szintű megtestesülési formája. A fénynek sebessége van, attól függően, hogy milyen sebességgel szágult, attól függően lehet materializálni, eltüntetni, átalakítani. A gondolataink gyorsaságát fel kell, úgymond, turbozni. Sokkal gyorsabb gondolati, szellemi impulzusokat kell adnunk, és ha megértjük, hogy ez a tudásrendszer, amely szárnyal, pontosan azért, mert kifejleszt egy olyan belső látást, amellyel, ha most nem rendelkezünk, nem gond, lehet irányítani anélkül is, hogy használom a gömböket, amelyek egy olyan isteni, geometriai formába tömörülnek, amelyen átalakítom az én valóságomat. Mindenkinek meg kell értenie, hogy az a gondolat, az a szó,
az a tett, amelyet végrehajtott, rögzül, az információs tárházban örökre rögzül, és az, amelyet a múltban végrehajtottunk, és megbántunk, és nem volt pontos információnk, mert valamiért mindenki elkövetett egy bizonyos tettet, ezt a múltbeli cselekedetet itt, most a jelenben, ha átírjuk, azaz egy olyan szintű fényt sugárzunk arra a múltbeli eseményre, vagy arra a szervre, amellyel dolgozunk, ahogy mondja Gravoly, aki nagyon komolyan tudományosan matematikai egyenletekkel írja le, optikai struktúrák rendszere az, amely minket itt ellát, és amelyben mi dolgozunk. A jelen információja, azaz a jelen fénye átalakítja a múltat, és már most meghatározza a jövőnket. Minden egyes cselekedetünkben fel lehet ismerni a jövőt, és az a fajta meglátás, ahogy szépen találjuk, pozitív mentális program, alvó agysejtjeink felébresztése, mert hogy agyunk csodálatos szerkezet, az nem lehet, hogy 2-3-4%-át használjuk az agyi kapacitásunknak. Jóval többre vagyunk teremtve. Bánni kell azzal a szabadsággal, amit én látok az embereknek, igazán még a céljuk sincs úgy maguk elé tárva, vagy egyszerűen nem fogalmazzák meg konkrétan, hogy mi a céljuk, mit szeretnénk. Azt mondjuk, nem racionális, hogy az ember 50-60 évesen kell szellemi fejlődés útjára élni. Nagyon komolyan, már Gravoynak gyermekek 7 éves korától ki van dolgozva oktatási rendszere, mert hogy a gyermekeink ezzel a tudással jönnek világra. Tudják, hogy mit jelent a szféra, tudják, hogy milyen számokkal, színekkel lehet dolgozni. Igenis, hogy tudják, hogy az, amelyre mi azt mondjuk csoda, mert nem látjuk, a gyermek számára nincs csoda, most is azt mondjuk, csoda nincs, csak a csoda a mi természetről vallott elképzeléseinknek mondanak ellent. Rengeteg olyan dokumentált eset van, én ezért figyeltem fel rá, hogy, mint mondtam, eltávolított méh, eltávolított pajzsmirigy, megcsonkított vese, vagy csak az egyik, vagy akár mind a kettő, nem több száz, több ezer olyan gyógyíthatatlannak mondott, és még genetikailag örökölt betegség is meggyógyítható. Azok az oktatók, akikkel én dolgozok, és ide jönnek, Arkadij Petrovnak 50 évesen epehólyagját távolították el, már ott van dokumentált bíróság előtt, megmutatott leletekkel, nem egyszer, járja a világot, kiáll mindenki előtt, író, filozófus, onkológiai kongresszusokon 20 percet szoktak adni neki, hogy állják és beszélj valamit, 4 óráig nem szokták leengedni a színpadról, olyan mértékű tisztánlátói képességgel rendelkezik, olyan mértékben az emberi DNS-ben belelát, de azt mondja, 8 évig gyógyítottam, hiszen megkaptam ezt a tudást, az embereket vezettem az úton, de sokan bármennyit kifizettek volna, hogy meggyógyuljanak, és nem értették, hogy miért kell nekik. Azt mondta, hogy nem. A jövő útja minden ember egyéni fejlődése. Csak a képzés, csak az oktatás, csak ennek a tudásrendszernek a mindennapokba átvitt gyakorlata fogja megváltoztatni a jövőnket. A kollektív tudat, amely hatalmas erő. Az a szó, amikor azt mondom, hogy fiatalitás. Ezek az orosz oktatók fiatalítják a szervezetüket, jóval fiatalabbnak néznek ki, rugalmas a járásuk, nem mondanád meg, hogy 68 évesen teljesen barna hajkoronával rendelkezik, nem mondanád azt meg, hogy fogak növeszt. Az az oktató, aki ide jön és jövő héten a Lélekfesztiválon fog tartani egy előadást, a tolószékből szállt ki. Hihetetlen, hogy milyen tudásrendszer az övék. Oroszország, amely a parapszichológiának mindig is az élenjáró mezsdjé, nem, hát ez már annyira határmezsdje, hogy szinte azt mondjuk, hogy lehetetlen, hatalmas tudásanyag, de mint mondtam, minden orosz. Ezért amikor megtaláltam őket, hatalmas levelezésbe kezdtem, utaztam, személyesen idehívtam őket, Budapesten is most már sok-sok vidéki városban oktatjuk, bevezető előadásokat tartunk, nagyon komoly elméleti struktúrája van egyébként ennek a tananyagnak, rengeteg a
csodának mondható már most gyógyult eset, illetve amit én leghamarabb látok az emberek szeméből, mindenkit megérint, hogy igen, ez a lélekből fakadó tudás, és az, ahogyan ők ezt kvantumfizikával, sejtbiológiával, hullámgenetikával egyszerűen alátámasztják, mert hogy együtt dolgoznak tudósokkal, igenis, hogy az emberiséget végre felébreszti, hogy a kollektív tudatba tárolt információt, ha kollektíve minél több ember más irányba tereli, akkor egy teljesen más valóságot tudunk formálni, és ez csak és kizárólag rajtunk áll. Mivel mindannyian egy olyan síkon dolgoznak, és azt mondják, hogy az emberiségnek elkerülhetetlenül ebbe az irányba kell tendálnia, a kollektív tudat, ha magas szellemi és tudati fejlettséggel bír, akár globális katasztrófákat, azaz most fenyegeti Japánt egy tájfun, bármilyen természeti katasztrófát lehet irányítani a tudat által. Hatalmas tudati, nem csak fejlődés ez már, hanem ugrás, amit mi kínálunk, de az emberek mindennapjában, amit én látok, és amit én is tudok itt mindenki előtt prezentálni és átadni, hatalmas erő, olyan energiamennyiség, amelyet nem lehet lelőni, olyan szintű rezonancia, és ahogy mondjuk sokan, akik frekvenciagyógyászattal foglalkoznak, megemlítik, hát persze, hát a számok, hát hogy ne dolgoznának, visszaállítjuk az emberi szerveket, sejteket a normába, abban a rezgés frekvenciába, ahova az tartozik. Az a fajta világlátásmód, amelyet kínálunk, amely arról szól, filozófiát és egy kicsit egybeöntve, mint mondtam, kvantumfizikát, Isten örök, az emberi élet örök, a lélek, a tudat, a szellem örök, a fizikai testünk, amely jelenleg a tudat tisztánlátói képességekkel felmérve, mint optikai lencse alakú képződmény, tehát a tudat a felülről jövő fényt szűrve engedi át. Kinek milyen poros, koszos ez a lencse, ez a tudat lencse? A fény attól függően fog elérkezni az emberek tudatához. Napjainkban, mi mindenki érzékeli, egy olyan változás előtt állunk, és persze nagyon sok ember még nem ezen az úton, de a mi feladatunk, hogy ezt a korosz, koszos, poros tudatlencsét pucoljuk, tisztítsuk. A fény, amely folyamatosan érkezik minden egyes emberbe, a fény, amely információ, közvetíti azt a tudást, amely makroszintről hat mindenre. Grigori Grabovoi azt mondja, minden egyes objektum, amely a világban található, kölcsönös kapcsolatban áll egymással. Az utolsó fűszál az atomreaktorral, a nap a földdel, az ember az univerzummal. Mindent áthat a kölcsönös kapcsolatok rendszere. Ennyi. És ha ezt felméred, számos gyógyításában bizonyítja, úgy gyógyított meg szívelégtelenségben szenvedő egyént, hogy egy levélkének az erezetére koncentrál. Olyan komoly szintű, azt mondja, bármikor, akár egy pillanat alatt meggyógyulhat egy ember, a mi feladatunk, hogy a gondolataink sebességét gyorsítsuk, nagyon rövid ideig tartó koncentrációkat végezzünk nap, mint nap. A szellemi fény, amellyel tápláljuk a tüzet, nem fő meg a bográcsban a leves, ha nem táplálom a tüzet, gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Nem csoda praktikák, nem egy számsor fog kirángatni egy daganatos betegségből, nem egyetlen egy szférával való munka, ismételgetem, hip-hop jól vagyok, szereztem azt az elváltozást, beletellett egy kis idő, hogy ezt magamnak előteremtsem, de hogy mondjuk, nem kell hibáztatni senkit, sem a múltat, sem a genetikát, sem a karmát. Minden átírható most, nagyon röviden, tömören, fény, információ, mindent mi alkotunk, ezért mondtam, nem gyógyítunk, információkat magam előtt építek ki.
Úgyhogy vége is van. Nagyon röviden, én ezt a tudásrendszert 3 órában szoktam szerte az országban tanítani, rajzolok, kivetítek, hogy megértessem mindenkivel, amit az orosz oktatók hoznak. Holnap lesz egy egynapos tanfolyam, ahol konkrétan csak és kifejezetten a tudattal, a lélekkel dolgozunk, gyakorlatokkal. Nagyon-nagyon tömény, amit én mondok, én most egy kicsit lassítottam, sokkal gyorsabban szoktam beszélni, de mindig a nézőkhöz fűzöm ezt a tudásrendszert. 5 könyvet kiadtam már, fordítunk, hozzuk be az orosz oktatók könyveit, amelyekkel lehet szintén szellemileg fejlődni, és 1 hét múlva lesz a Lélekfesztivál nevezetű budapesti program, ahol Arkadij Petrovin után, tehát az egyik orosz mester és az ő tanítványa, oktatója fog érkezni Budapestre, mert utána egy hatalmas volumenű tanfolyam kezdődik, velük lehet ott találkozni, előadást adnak, és a holnapi tanfolyamom, amely a Főfasor utca 9-ben lesz, 9-kor kezdődik. Sokan vannak, akik jönnek, aki esetleg még kedvet érez, nyugodtan jöhet, könyveket is meg lehet ott vásárolni, és szívesen nyújtok bárkinek tájékoztatást. Itt van nálam esetleg 4 jegyet, ott zöld belül a férjem, szívesen adok bárkinek, mert hogy itt ilyen kevés az időm, úgyhogy be is fejezem. A végtelenforrás.hu az én honlapom most újult meg, rengeteg a tanfolyam, folyamatosan kapjuk a felkéréseket. Nagyon-nagyon jó a tudásanyag, és nagyon szépen adják át, úgyhogy köszönöm a figyelmet mindenkinek. Mi meg nagyon köszönjük, hogy itt voltál és elmondtál.